Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és kérem, hogy mutassa be a pártjukat, hogy mit csinálnak itt Zircen, kik, és legfőbbképpen beszéljen arról is, legyen szíves, hogy mit terveznek ezután. Én köszönöm a lehetőséget. Tipót Bálint vagyok, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Zirci szervezetének elnöke. Szervezetünk március 20-án alakult újjá. Ferenczi Gábor országgyűlési képviselőnk fogadó órája keretein belül, és 7 fővel alakultunk meg. Ez követő időszakban, tehát azt mondhatom, hogy máig plusz 7 fő tudunk felmutatni, tehát összesen most már 14-en képviseljük a Jobbik Magyarországért Mozgalmat itt Zircen. Ugyanúgy a megyei választmányi ülésekre is eljárok és képviselem a várost és környékét, mert azt mondhatom, hogy nem csak és kizárólag Zircet képviselem én itt, hanem Zirc és vidékét. Ugyanis nagyon sok tagunk van Bakonybélből, a tagság javarésze onnan származik például, és várom a jelentkezőket például Nagy Esztergárról, amik hozzám tartozik, Orva, Borzavár, Kardosrét, és még Bakony Szent László is, ugye a választókerületek átszabásával ez módosult nagyjából, ugyanis például még közel lenne hozzám Dudar vagy Csetény, ezt sajnos Várpalotához csatolták át. Mondhatom, hogy részt vettünk az önkormányzati üléseken is, amik így fontosabbak, például a Zirci-Rákóczi tér felújításával kapcsolatban, ami konkrétan volt egy olyan problémánk, hogy ez a kő rengeteg, azt kell, hogy mondjam, nem illik Zirchez. És az meg a másik dolog, hogy eltakarja az országzászlót. Ezt nem tartjuk jó dolognak, ráadásul még Rákóczi szobra is el lett mozdítva a helyéről, és a 82-es számú főútról nem látszanak ezek az emlékművek, amik a múltunkat képviselik, és egy olyan fontos emlék, mint az országzászló, nem látni 82-es főútról. Ez nagyon szomorú dolog, én azt mondhatom. Amit most tervezünk, és most terve van véve, az a rovást írásos helységnévtábla kihelyezése városunkban. A 82-es számú főúton lesz kihelyezve, a Győr és Veszprém felüli vonalon. Ehhez az anyagot már beszereztük, fából készítjük. Az anyagot beszereztük, most intézzük majd a megmunkálását, és remélhetőleg a közeljövőben, még tél előtt remélhetőleg sikerül felállítanunk ezt a táblát. Még a múltról? A múltról? Hát arról Fej bácsi jobban tudna nyilatkozni, de 2010-ben alakult meg a Jobbik Zirc, de utána inaktívvá vált ugye a szervezet, és ezért oszlották fel, és most sikerült március 20-án újjáalakítani. Engem választottak el, amin csodálkoztam is őszintén szólva, hiszen 23 éves vagyok, hát én Feri bácsit javasoltam korábbi elnökünket, de azt gondolom, hogy a kor az nem számít. Az sokkal fontosabb, hogy mi van mögötte. És ráadásul azt kell, hogy mondjam, itt a fiatalokat is szeretnénk megszólítani. Szeretnénk egy ifjúsági tagozatot létrehozni előbb-utóbb Zircen is, hogy a fiatalokat is bevonjuk ebbe a nemzeti gondolkodásba, hogy közösen tegyünk, közösen képviseljük a szebb jövőt itt Zircen. De hogy ez mikor valósulhat meg, ez még a jövő zenéje. De mindenképpen tervezzük a rovástábla utáni időszakra. Különböző rendezvényeket is tervezünk. Egy Jobbik családi napot szeretnénk mindenképpen, ez valószínűleg már csak jövő tavasszal kerülhet megrendezésre, ugyanis már kicsúsztunk az idei határidőből sajnos, és hát attól is függ, ha olyan tél lesz, mint idén volt, akkor még talán áprilisban sem tudjuk megrendezni, de azért remélhetőleg akkor már sikerülhet. Választások. Választásokkal kapcsolatban a Veszprém megyei 4-es választókerületbe tartozunk, ugye ebben 3 város szerepel, Pápa, Zirc és Devecser. Ennek megfelelően Zircen kiemelt fontosságú rendezvényeket szeretnénk tartani. Ehhez is tartozik hozzá ez a családi nap, valamint lakossági fórumokat is, és Ferenczi Gábor országgyűlési képviselőnk is többször el fog látogatni, fogadóórát tartani a városba, amire nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, minden érdeklődőt, hiszen csak így tudjuk a kisemberek problémáját képviselni országos szinten is, vagy akár megyei szinten is. Mert mi fontosnak tartjuk a kisemberek véleményét, ugyanúgy a gazdákét,
hiszen Zirc és környékén javarészt a gazdálkodásból élnek az emberek, azt gondolom. És ezt is szeretnénk jobban képviselni, pláne itt a földreform kapcsán is lehet, hogy valakit értek olyan hátrányok, hogy nem tud, vagy nem, vagy kilátástalanak érzi a helyzetét. Mi nagyon szívesen segítünk ebben is. A képviselő úr azonnyomban áll rendelkezésünkre. Bárkinek olyan problémája van, nyugodtan megkereshet engem is, és én továbbítom a problémákat mindenképpen a képviselő úr felé. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.